2017 nyaráig hosszabbította a Veszprémi Kézilabda Klubbal, amelyel 15 magyar bajnoki címnél jár, 17. szezonját kezdve. Gulyás Péter ott volt a VB szereplést kiarcoló szabadtéri válogatottban ismét, holnap pedig Celjében játszik Seha Liga meccset a bakonyiakkal. Hát a szezonra melegítünk vele, ami persze elkezdődött, már itt van velünk Péter. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, szervusz! A nyáron hosszabbítottál, mi a jobb megfogalmazás? Egyelőre egy évvel, vagy már esetleg a visszavonulást fontolgatod? Remélem, hogy egyelőre egy évvel, igen. Tehát akkor az a jó megfontolás, hogy lehetőség szerint még utána ráhúzhatsz te további évet vagy éveket? Igen, szeretném, hogy így legyen, de nem szeretném abba hagyni még a kézilabdát. Na most tavaly februárban játszottad az 500. mérkőzésedet a Veszprémben. Számolod most, hol tartasz? Hát 550 körül, ugye tavaly 50 mérkőzésünk volt nagyjából, most idén lejátszottunk már 5-öt. Én 550 körül vagyok, igen. Jó, akkor nevezzük, 555-ös bűvösnél vagyunk, de azért idén is lesz egy, azt látod, hogy milyen szezon elé néztek, szóval egy ilyen jó 70-essel lehet bővíteni a számot, nem? Lehet 70-essel, de viszont nem játszunk minden meccsen, tehát ugye ez nem mindenkire vonatkozik, tehát forgatva lesz a csapat, szerintem ilyen 40-42 mérkőzése lesz egy játékosnak. Ennek a forgatásnak, rotációnak mi a szisztémája nálatok? Ugye bővült is az állomány, jöttek új igazolások, világos munkamegosztások vannak? A mester hogy csinálja ezt? Mondjuk te szerepelsz a bajnokságban és a Sehában is, más a BL-be, szóval hogy fog ez működni? Mindenki mindenhol igazából. A lényeg az, hogy mindenki tűzbe maradjon és mindenki jó formában legyen. Ez az kell, hogy mindenki elsajátítsa azt a rendszert, amiben játszunk. Ugye most éltek vissza az olimpiáról, ők még egy kicsit gyakorolják, ugye vannak újak, akik szintén most tanulják. Az elején igazából azok játszanak többet, akik tavaly már a csapatban voltak, vagy könnyen megtanulták a dolgokat, de évközben már biztos, hogy úgy lesz, hogy mindenki minden fronton bevethető, Bajnokok Ligájába, Sehába és Magyar Bajnokságba ugyanúgy. Világos, tehát akkor a rotáció lényege az, hogy mindenki minden sorozatban játszik, csak néha kicsit ki van véve, vagyis egy kicsit olyanok lesznek majd, mint a szalonna, hogy mindig benn vagytok a tűzbe, de hogyha túlságosan izzadtok, akkor van egy kis pihenő. Így van. Tehát mindenkinek oda legyen figyelve arra, hogy a pihenése ugyanolyan, vagy a regenerációja meglegyen. Na most a prioritások hogy vannak itt? Az teljesen egyértelmű, hogy változatlanul első a BL, második, és akkor most itt mit mondjak, Seha Ligát vagy Magyar Bajnokságot? Igazából első a Magyar Bajnokság, a Magyar Kupa, és utána jön minden egyéb. Akkor ezt rosszul fogalmaztam meg, feje tetejére állítottad, akkor a Magyar Bajnokság az első. Ott már túl vagytok 4 fordulón. Az alapszakaszban való szereplés, az most tényleg túl minden udvariasságon, az mennyiben teher egy ilyen erős csapat számára? Nem teher, ott is lehet játszani. De a fiataljaink, akik hál' Isten nagyon tehetségesek, ők is tudnak játszani a magyar bajnokságon, ugye velünk kiegészülve. Ez jó nekünk is, mert ugye megmarad az, hogy mindenki tud játszani a nagy csapatból. Tehát aki hétvégén nem játszik a BL-be vagy a Sehába, az tud játszani a magyar bajnokságba. Illetve a fiataljainkat tudjuk játszatni a magyar bajnokságon, ami meg azért jó, mert ők fejlődnek tovább, és lehetséges, hogy az első csapatba helyet kapnak előbb, hogy jutom. Peti, éppen erre volnék kíváncsi, hogy a magyar fiatalok közül te kinek, kiknek jósolsz a te szemed, kikben lát ebben a szezonban nagy ugrási lehetőséget? Én úgy gondolom, hogy Balatonfüredről a Győri Matyi óriási szezonja lehet, Tatabányáról a Juhász Ádámnak, és tőlünk pedig a Ligetvári Patriknak. Nektek ugye minden sorozatban a címvédés, illetve az elsőség lehet az elfogadható. Egy pillanatig sem éreztétek tehernek azt, hogy ennyi sorozatba vágtok bele, és az, hogy a magyar bajnokság mellett megmaradt a Seha Liga is, hogy ez túl nagy lesz ez a teher. Személyesen te mit gondoltál erről, amikor ez a dilemma egyébként megvolt, amikor ugye a szövetség szerette volna, hogy visszaszálljatok, és kérdés volt, hogy marad-e a Seha Liga? Amikor azt bejelentették, hogy nekünk minden fronton versenyezni kell, akkor ugye hirtelen elkezdtük számolni, hány mérkőzés lesz. Ugye eljutottunk nagyjából 72-ig, és akkor az ember belegondol, hogy úristen, 72 mérkőzést kell játszani, és a klub hozta a döntést, hogy hát ugye többen leszünk, tehát 20-21 főre, 25-re bővíti igazából a keretet. Úgyhogy utána már miután ez megvolt, akkor azon kezdtünk el gondolkodni, jó, de hát akkor hogy fogunk játszani. De aztán a végére ugye minden kiderül, hogy ki
milyen poszton, milyen fronton és melyik bajnokságban fog játszani. Tehát nagyjából a végére minden körvonalazódott, hogy mindenkinek lesz az elegendő mérkőzése, mindenki fog minden bajnokságban játszani, és nagyjából így lesz az, hogy mindenki tűzben van, és a végén, nyilván a végén, amikor a Bajnokok Ligája Final Four-ja van, akkor azok játszanak, akik a legjobb forma vannak. Poszt szempontjából számodra tartogat valami izgalmat, vagy tartogathat meglepetést ez a szezon? Azt gondolom, hogy idén nem. Tehát idén csak a jobb szélső pozícióra appellálhatok, tehát lövőben azt gondolom, hogy ami az elmúlt években volt, hogy segítettem, vagy sérülés esetén játszottam, azt gondolom, hogy ebben a szezonban nem lesz. Hát csak a szélső munkámra kell figyelni, úgymond. Világos, tehát akkor ez most specializációs év lesz, csak is a szélső tevékenység. Az állomány nagyobb lett, és azt nézzük meg, hogy ha te mondjuk százalékosan nézed, hogy ez a keret, ez a csapat, és itt már elsősorban a BL-re gondolok, mondjuk százalékosan mennyivel lesz erősebb, mennyivel nagyobbak a variációs lehetőségek játékban, taktikában, akkor mit mondanál? Százalékot mondjak? Igen. Mondjuk 15-tel. 15-tel biztosabb lesz. Kire vagy leginkább kíváncsi az új társak közül hosszabb távon élesben? Ha már kérdeztem a fiatalokat. Teljei beállóra, őre mindenképpen. És a fiataljaink közül pedig az lenne jó, ha minél többen megállnák a helyüket egyre több mérkőzésen. Na most a Celjei beálló az holnap mehet haza veletek együtt, ha arról van szó. Ez a Seha Liga a tavalyihoz képest azért egy átalakult mezőnnyel még nehezebb lesz? Mit gondolsz? Ez szerintem sokkal nehezebb lesz, ugye kiestek azok a úgymond kis csapatok a Seha Ligából, akik számunkra nem jelentettek különösebb erőbedobást. A Celje és a Velenje bejövetelévén azt gondolom, hogy ez a Seha Liga, ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős bajnokság lesz. Azt mondom, hogy itt elég nehéz lesz a négybe jutni a bármelyik csapatnak, úgyhogy ez egy komolyabb BL csoport is lehetne, akár ez a Seha Liga. Nagyon jó lesz, én azt gondolom, a csapatnak felkészülni mindenfajta Bajnokok Ligája küzdelemre, úgyhogy ennek is fogunk, vagy ezt alá is fogjuk rendelni ennek. A meccs számokon kívül, Péter, olyan számításokat esetleg végeztél, hogy hány órát fogsz utazással tölteni ebben a szezonban? Biztos, hogy elég sokat, tehát a Celje mondjuk, meg a Velenje, hál' Isten, ez egy közeli csapat, tehát nem egy boszniai csapat, de attól függetlenül oda is el kell menni egy nappal, azt is meg kell csinálni, tehát az utazás az meg fogja fogni az embereket, abban biztos vagyok. Utolsó kérdés, mert ugye van egy ötödik front is a válogatott, mennyiben jelent az segítséget számotokra, hogy ott egyelőre meghosszabbították klubedzőtök szövetségkapitányi szerződését, tehát nem kell az ismeretlennel ismerkedni. Az ilyen rendszerekben az a jó, hogy aki játsza, az nagyon otthon mozog benne, és annak nem kell új dolgokat tanulnia, újakat csinálnia, tehát ez, de azt gondolom, hogy aki jön majd Szegedről, azok hasonló elképzelés szerint dolgoznak, vagy aki jön Tatabányáról, azok is hasonló elképzelés szerint dolgoznak, aki jön Csurgóról, az is. Tehát nekünk azt gondolom, hogy igazából csak két olyan játékos kell ebbe a rendszerbe beépíteni, akik külföldön játszanak, ugye a Császárgában és a Nagykornél, akiknek ez egy kicsit, hogy is mondjam, nem testközeli. Tehát azt gondolom, hogy kettő játékos sokkal könnyebben tudunk foglalkoztatni a válogatott szinten, mint mondjuk 14-et, aki 14-nek kell ezt újra tanulni. Tehát azt gondolom, hogy ez a válogatott most erős lesz, és ha belegondolunk abba, hogy ez az olimpia után mennyi nagy játékos vonul vissza a válogatottságtól, akkor azt gondolom, hogy a magyar válogatottnak egész jó esélye van, egy nagyon jó eredménye Franciaországban. Hát proféta szóljon belőled minden fronton. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál, és akkor hajrá, jó meccseléseket holnap is, majd a Digisporton láthatjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szia. Sziasztok.